Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Ez a szalmakalap még Kambodzsából van, és szakadt, büdös, meg egy kicsit már nyomorult úgy néz ki, viszont nem merek tőle megválni, mert a Siem Reapipor van rajta, ami nagyon kellemes emlékeket idéz. És tök jól jön olyan napokon, mint ez! Ugyanis itt vagyunk az Euroringen. Ugye van ez a kis sorozatunk, hát sorozat, mert már két rész megért, hogy bemutatunk ilyen hazai pályanapos rendezvényeket, hogyha nem az utcán akarsz hülye lenni, hanem versenypályán. Ugye először voltunk a Zambelli Ákosféle SSGT-in, aztán a Jorpet Track Day-en, amit a Jordan Petiék szerveznek családi vállalkozásba, nem is tudom, is itt van most éppen. Most pedig eljöttünk a Decker Ádám-féle Track Friends Time Attack-re, ami hát egy sorozat, egy versenysorozat, több állomással, díjazással, egyebekkel. Ugye voltak már a Pannonia Ringen, most itt vannak az Euroringen, és mennek még tovább mindenféle magyar versenypályákra. Nyilván az MX-öttel érkeztem, jöhettem volna a Prius-szal is, csak szeretném, hogyha másoknak is lenne esélye. És itt ugye a besorolás az hát súlyerő alapján történik, most ugye a nevezésnél meg kellett adnom az autón teljesítményét és a súlyát magammal együtt. Így nem meglepő módon Honda Civic-ek és egyéb MX-ök mellé kerültem. Jó kis versenybe számíthatunk, együtt megyek még azzal a Toyota Altezzával, ami a, hát a szívemhez alapvetően közel álló Lexus IS200 japán belpiacos változata egy nagyon frankó 2 literes szívómotorral. Lázár Gabi jött vele, az ő autóját próbáltam ki. Hátán az egyik első használt tesztem volt a Opel Kárnál, és imádtam. Ez egy remek autó. És most hogy nem egy kategóriában vagyunk, hát nyilván körbe fog autózni, ki fog kerülni, mint egy pocsolyát, mert hogy neki sokkal több pályás tapasztalata van. De amiért el akartam jönni, az az, hogy az Euroring az igazából már egy nagy pálya. Vagyis hát, hogy mondjam, nem egy kakucsring, nem egy M-ring, tehát itt már negyedikat is kell váltani, jobban meg fogom terhelni a fékeket, amitől egy kicsit azért tartok, az extrém gumiknak is nagyjából ez az utolsó utáni bevetése, de alapvetően szórakozni jöttünk, meg lesz belőle egy jó anyag. Most én az első felmenetel, nem meglepő módon MX-ötökkel vagyok egy kategóriában a súlylóerő arány miatt. Úgyhogy bukósisak, ez tulajdonképpen az egyetlen, ami kötelező a részvételhez, már persze utcai autóban, amúgy pedig hát nyilván biztonsági ők, tehát nem nagy meglepetésre ezeken a pályanapokon. Nyilván itt is az van, hogy a gyorsabbakat illik elengedni, tehát hogy ez egy time attack, tehát az órával versenyzünk, nem egymással. Ezen felül pedig mivel ez egy gyors pálya, hosszú pálya, érdemes odafigyelni az autó hőmérsékleteire. Én is itt majd figyelem az olaj hőmérsékletet, olajnyomást. Ha nagyon leesne a nyomás, nagyon elszállna a hőmérséklet, akkor nyilván fogok menni 2-3 hűtőt. Itt a nevezési díjért, ami 57.000 forint erre az állomásra, az ember 60 percet autózhat. Ez a 60 perc autózás, ez 4x15 percben valósul meg. Nyilván nem tudott 15 percen keresztül teli nyomni, nyilván a versenyautóknak lehet, de az utcai autóknak azért 3 körönként adni kell egy pihenőt. És ez alatt a 15 perc alatt azért hát egy bő 10-11 kört lehet menni. Még így is, ami mentálisan és fizikailag is rendkívül kimerítő. Én most a Street 2-be, ahova beosztottak a súlyerő arányom alapján, harmadik vagyok, hátulról. Tehát van még hova fejlődni, de most megyek először saját autóval az Euroringen, eddig mindig csak így operettesztünk tesztautókkal, amikor az ember melletti instruktor ült,
és Lábújhegyen, viszont nap végére jó lenne az 1.34-ből mondjuk egy 20 kezdetű időt csinálni, ez még akár össze is jöhet. Nyilván a gumik állapota nem segít, mert ezek az extrém tájőrök már nagyon-nagyon a végén vannak az élettartamuknak, meg alapból sem egy tapadós keverék, ez ugye az S2, vagy egy keményebb változat. De az autó ezen felül zseniális, a Dadis-féle futómű elképesztő, hogy minimális oldaldőlést enged kanyarokba, de amikor nekiverem a rázókőnek, akkor azt nagyon szépen átlépi, kimozogja, és tényleg felszabadult, örömteli az autózás vele. Figyelem a műszereket, két kört engedek telin, utána adok egy hűtőt, két kör megint telin, aztán megint egy hűtő, és így szépen kitelik a 15 perc. Nagyon felszabadító egy ilyen hosszú pályán menni, mert hát végül is megint nem teszek negyediket, tehát a három végét megy az autó, nagyjából tiltás közelébe érek, azon 120-130, nem is tudom, és onnan kell féktávot venni. Nagyon szórakoztató. Most pedig nézzünk autókat. Szóval, hogy 57 ezer forint azért ez nem kevés pénz, főleg, hogyha ilyen kakucsos, meg emringes 20-30 ezeres pályanapokat nézünk. Miben nyújt többet a TFTE? Miben ad többet a TFTE? Hát ugye ez egy szervezett verseny, tehát ugye van nagyon sok ilyen nyílt nap, pályanap, hasonló, ahol ilyen nyílt box utca rendszerű módszer működik. Ugye, hogy bárki sorba állt, és akkor, hogyha feljut, akkor feljut. De ugye ilyenkor nagyon sokszor az van, hogy fél-egy órákat kell sorban állni. Itt meg kategóriákra le van bontva mindenki, tehát arra figyelünk, hogy mindenki ugyanazokba egy csoportba menjenek az egy hasonlóan erős autók. És így osztjuk be az embereket és a felmenéseket, hogy tiszta köröket tudjanak futni. Mesélj egy kicsit erről a teljesítménybeosztásról. Súlylőrő arány alapján történik, amikor regisztráltam nálatok, akkor meg kellett adni. Igen, lóerő osztva súllyal egyébként. És akkor ehhez még jönnek százalékos ilyen rontószámok, például szlikgumi, futómű hasonló. Aha. És ezek alapján próbáljuk így bekategorizálni az autókat, de egyébként jól működik, hogyha megnézed az időtáblázatot. Tehát így csökkenő sorrendben jönnek az időeredmények, az mondjuk a legjobb időket megnézed. Úgyhogy meg az a visszajelzés, hogy ez jól működik. Ugye lehet még majd finomítunk rajta jövőre, vannak visszajelzések, úgyhogy, de egyébként jól működik. És akkor van időmérés, van a pályaszélén mentő, ha baj lenne. És itt az Euroringen azért szokott, mert ez hát nekem a Csóró MX-5 140-ről vesz féktávot a végén. Igen, igen. Azért mondjuk a versenyautóknak ez egy kicsi pálya, tehát ez most nekünk olyan, mintha mi kimennénk M-ringre, de nekünk mondjuk egy ilyen MX-5-ökkel azért ez nagy pálya, tehát van tempó. Úgyhogy itt van a pálya részéről mentés, tehát hogy kihúznak a kavicságyból, illetve ha bármi, ne adj Isten, probléma történik, akkor mentőügyelet is van. És ahogy mondtad is, lézeres időmérés van, ami ugye nyílt pályanapokon nem jellemző, tehát itt rendes és hiteles időmérés van, ami a lényege az egésznek. Amit online tudsz követni a telefonodon, láttam, hogy van, aki kirakja műszerfalra és rápillant a köridőkre. Így van, igen. Nagyon profi. Mivel lehet idejönni? Azért egy TFTA-nak egy utcai autó az már nagyon idegen, vagy ez a jó, hogy igazából nagyon várjuk a nagy versenyautókat, a Time-atak lényege ugyanis az autóépítés. Ugye innen indult az egész Japánból. Ki tud a Tsukuba nevű pályán egy kör alatt legjobb időt menni, és ki tud a legjobb autót építeni. Tehát, hogy ki tud olyan autót építeni, ami egy kör alatt a legjobb időt meg tudja tenni ezen a pályán. És nincs limit, tehát, hogy aeróban, futóműben, motor tuningban nincsen semmiféle limit. Egyedül ott azt szabták meg maguknak a japánok, hogy csak stainless-slick gumi. Tehát, hogy aki full-slick gumin akar menni, az egy külön kategóriában megy, és akkor így tették ezt egységessé. De ott például nincsen olyan, mint nálunk, hogy lóerősúly. Ott, ha van egy autód, abba tehetsz egy V8-as biturbót, ami Japánban nyilván nem jellemző, de hogy ott nincs például semmi limit, úgyhogy mi is próbáljuk valamilyen szinten ezt képviselni, de mi szeretnénk azt, hogy az utcai autók ugye Magyarországon nem vannak, de nincs olyan sok ilyen iszonyú épített autó, ezért szeretnénk megadni a lehetőséget a gyári autóknak is, és ezért két kategóriára bontottuk a street, az utcai autókat, két street kategóriánk van. Úgyhogy
akár egy utcai autóval is nyugodtan be lehet nevezni, és teszik is ezt azért jó páran. Tehát azért a street egy-kettő kategóriában bőven ilyen 10 nevező szokott lenni. Timetekre jellemzően azért ilyen kisebb autókat szoktak választani, meg főleg könnyebbeket, de azt nem lehet eltagadni, hogy az E39-ben úgy van motorválaszték, és ez pont egy V8. Hogy lett ez? Miért lett ez? Hát jó a kérdés. Nagyon sok E30, E36, E46 mozog a pályákon. Még mindig szerettem egy kicsit különb lenni, és szerettem volna valami mást is. A Royalosoknál, Gyermán Zsoltéknál volt egy jármű, ami eladó sorba került, és talán sokan ismerik, ez a Vályi Pista féle ex-fekete drift autó, ami egy kicsit átalakult, kapott egy csomó üvegszálat, gyakorlatilag a hátsó sárvédő és a tető maradt az eredeti. Ezzel azt sikerült elérni, hogyha jól emlékszem, hogy az autó az gyárilag 1595 kg forgalmi szerint, most olyan fél tankkal 1250 körül van. 1250? 1250. Ha van ilyen nehéz MX-öt? Igen, lehet. Nagyon súlyos. Bocsánat. 1250, és ez ugye a kis V8. Igen, ez a 3.5-ös. 3.5-ös V8-as. 3.5-ös V8-as. Emögött volt tudatosság, vagy pedig ezt dobta a gép? Ez dobta a gép, a tudatosság az majd most jön. Kapni fog egy kis erősítést. Na. De majd, ha bent lesz, akkor babonából, de ugyanúgy V8 lesz, csak köbcentiben nő, és nem 4,4-re. Jól hangzik. Van egy tippem, de akkor én se lövöm le. Jó. Szeret forogni. Azt majd külön forogni. Megbeszéljük. Igen. Van alatt egy normális fékrendszer, tehát nem, a hátsó az gyári, az elején egy K2-es van, egy ilyen felcsavarozhatós 8 betétes K2-essel, van egy KV2-es futómű alatta, és nagyjából ennyi a tuningja, meg bocsánat, egy sper. Ezt akartam mondani, hogy tudtam, a Vájpist után hegeszted diffivel ment vele? Vagy neki is 8 lamellás volt? Nem, neki egy 12 lamellás egyedi sperje volt, amit a demo fejlesztett neki tesztelés céljából, és aztán pályárid annyira nem volt alkalmas, mert hát gázfröccsökre inkább elindult oldalra, mint előre. Úgyhogy itt a pályázásra annyira nem megfelelő. Pálya tekintetében nekem az Euroring az ehhez az autómérethez egyébként nem annyira ideális. Most ilyen 1.23 valamennyiket sikerül vele menni, ami a méretéhez képest talán nem olyan rossz, de igazándiból a Pannonia-ring, Hungaroring az ilyen nagyobb pályák azok, amik fekszenek neki, ott egész meglepő időket lehet vele autózni. Én ezt az Altezzát először 2016 év végén vezettem, ami most már idestova 8 éve történt, és nekem egy tök érdekes kérdés, hogy ezzel az autóval te pályázol, és mindent csinálsz, és hogy 8 év alatt mit kellett vele tenni, mi pusztult el, mit alakítottál rajta, hogy bírja ezt a fajta felhasználást, mert nagyon zorral időket mész vele. Gyári kuplung volt benne eleinte, hát az ugye nem annyira szerette azt a meleget, amit kap, úgyhogy a kuplungból került bele kevlár. Az egy darabig jó volt, aztán leszakadt, aztán lett bele még egy kevlár csinálva, az még hamarabb szakadt le, úgyhogy visszatértünk a gyári kuplung tárcsához és szerkezethez, ami mivel új még bírja. Szóval a kuplung az egy mondhatni neuralgikus pont, igazából kéne bele egy komoly kuplung, de az erő miatt meg felesleges több tárcsás, mit tudom én, tehát nem az erővel van a gond. Azt nézem, hogy például gyári hűtőd van, ha jól látom. Tehát gyári hűtő, nem került be egy ilyen vastag alu. Nem. Na, teljesen jó a hűtése. Ellenben fékből, meg mintha az LS400-at látnám. Így van. LS400 négydugós, alunyerg. Tehát LS400 fék került fel, az látszik. Igen. Gyönyörűek a kerekek mellesleg. Full gyári, igen.
És hát a sárga EBC betétel, amit mindenki szid, nekem működik, nem szakadt le, úgyhogy majd ha leszakad, akkor majd szólok, hogy neked, igazatok volt. Neked azért működik, mert az autód is sárga. Igen, passzol hozzá. És a rekárok már benne voltak, amikor mi autóztunk először? Igen. Ezek Evo ülések, ha jól Evo 5, úgy vettem. És ezen kívül olaj, víz, benzin. Fékbetét, igen. Tehát, hogy mechanikai kopás így a pályázással együtt sem? Hát, talán az olajat egy kicsit jobban csipegeti úgy, hogy most már csak erre van használva. Tehát amikor úgy volt használva, hogy UC autó és track day, akkor gyakorlatilag nem volt olajfogyás. Így, hogy csak rúgatva van neki, plusz még rövid végáttétel, 4,88-as a 4,1 helyett. Kicserélted? Igen, igen. Miből jött ez a diffi? Minek van ilyen? Ez az automataváltós diffi vagy? Nincs ilyen. Tehát ez úgy van, hogy az ilyen 4x4 Toyotákhoz, ugye az USA-ban megy a terepjározás, és akkor azokhoz írtó nagy áttétel variáció létezik, és én valami, nem tudom, Hilux, Tacoma, valami ilyesminek valamelyik diffie, elő, hátul, center, mit tudom én, és abból sikerült ilyen áttételt találni. Mi most a legjobb időd? 1.26.1. Nekem ez egy ilyen best of BMW-nek tűnik, mert még a könnyű kaszni, de talán a legjobb szívó motorjuk, és nem az SMG van mögötte, hanem a DCT. Ez tudatos volt, vagy így adta ki a gép? Hát ez tudatos volt az évek folyamán. Láttuk mi is ezt, hogy ezt így létre lehet hozni, mert passzol hozzá. Most már megszületett egy olyan elektronika is, ami kivezérli ezt, megvezérli, és összehoztuk. Tehát akkor az egyszerűség kedvéért, ez egy M5-nek a szívó V10-el, mögötte egy M3 dupla kuplungos váltóval. Így van. És a differenciálmű az egy gyártott lamellás? Az egy gyártott több lamellás differenciálmű, viszont az autónak a karosszérának a sajátja. Megmaradt és kiszolgálja még éppen-éppen némi átalakításokkal ezt az erőt. Az érdekel igazán mindig az ilyen autóknál, hogy ez háromból van összerakva minimum, de inkább többből. Hogy hány év ment vele, mire összeállt? Hát ez mindig egy hosszú folyamat, ez így indul. Esetleg az évek során több fejlesztési átgondolással, amit esetleg jobb ötlet mindig eszünkbe jut. Hát egy cirka 2 év, mire ez összeáll. És ezzel most te hobbi autózol, vagy valamilyen versenysorozatban gépkönyvesen oda tudsz állni? Mert azért ez a löket térfogat így a hazai szakágokban már nem annyira ismert. Hát itthon hazai pályaversenysorozatokban az autó jelenlegi specifikáció alapján lévő kategóriákba tudunk indulni, ugyanez a nemzetközi bajnokságokban is bekategorizálható. És indulunk is a Carbonia Cup elnevezésű kis közép-európai sprint bajnokságba. Azt mondd meg nekem, hogy gyári teljesítménnyel mentek, vagy esetleg egy kicsit belenyúltatok? Ugye most hát, már nem egy kell... verseny elektronika vezérli a motort, annyi belenyúlás van rajta, egyébként a motor teljesen gyár. És milyen időket megy most itt az Euroringen? Hát olyan 1.15-ös időkre be lehet hozni vele. Szép. Azt hittem, ez a gumi még kibír egy pályanapot, de ahogy anyukám mondta, mindig hinni a templomba kell, mert hogy nem bírta ki. Ez egy Extreme Tire, egy lengyel futózott csoda, vagyis fognak egy valamilyen karkaszt és feldolgoznak rá egy lágyabb keverékű futófelületet. Na most ez kezdett el teljesen leválni, és hát nem érzem teljesen normálisnak azt, hogy a 140 lóerős autó harmadikban gázra driftel. Nem szokott ilyet csinálni. Szóval mondhatjuk, hogy elkopott. 1.34-jel kezdtem a napot, sikerült lemenni 1.31-re. Most vagyok technikailag saját autóval először az Euroringen,
annyira jó lenne, ha nap végére kettessel kezdődne, akkor már megérte felkelni, tehát egy 1.29 az nagyon adná, egy 1.28. Ami egy kicsit segített, és tök jó tapasztalás volt, hogy ugye guminyomást úgy állítunk, hogy ennek az autónak 1.8 a gyárnyomás értéke. Hogyha visszaeresztem 1.6-ra, és megmelegszik, akkor jellemzően el szoktam érni azt az 1.8-as nyomást. Viszont ez mondjuk ilyen kakucs méretű pályákra igaz, meg M-ringre igaz, itt nagyobb a tempó, nagyobb a terhelés, úgyhogy ez a gumi 1.6-ról indulva 2 bár fölé nőtt a nyomás, ahogy megmelegedett, úgyhogy ismét visszaengedtem, és ez amúgy hozott is majdnem 3 másodpercet, annyit javult a tapadás, de amúgy ilyen tojástánc a gázpedálon a játék most, mert semmi tapadásom nincs. Gyuri, hogy ment? Milyen volt? Összeállt végre? Nem. Hát az van, hogy buszlikem volt nemrég, és megtaláltam a hibát, ezért most úgy tart, hogy másfél bát tölt be a kocsi 3000-nél. Erős, de mi, hogy van benne védelmi letilt. Most így az van, hogy felmegyek, állítok rajta valamit, jó, akkor most már kevés. Most eljutottam odáig, hogy fél bát tölt, az meg nagyon kevés. Úgyhogy igazából ez most arról szól, hogy tájítgattam az autót, mert sajnos garázsban nem tudom letesztelni. De egyébként élvezem be társaságban. Milyen időket néz? A tavalyimtól egy másodperccel rosszabb, de 90%-ban műszerfalat nézem, nem a... Mondj egy számot! 1.22, 6 talán. Most azért jó lenne az utolsó körben, most már minden jó. Egy 1.21 alját menni. Az a kategóriámban az utolsó... 3 hely egyik. Azért ritkán látni ilyen autót versenypályán, mert azért egyfelől ez egy ugye drágábban beszerezhető és drágábban is üzemeltethető autó, viszont tudom, hogy te rendszeresen pályázol vele. Mivel jár egy ilyen 15-20 éves? Hát ez 2011-es az autó. Na, akkor csak 13. Tehát egy 13 éves Porsche fenntartása, hogyha az ember rúgja. Hogyha úgy használja, ahogy azt elképzelte Stuttgartban. Hát ugye az, hogy mennyire rugom, nem rugom, voltam vele Hungaroringen még nagyon az elején, de 2,5 évet mentem eddig a szlalombajnokságba, az ugye ilyen kisebb pályák. Ez egy kisebb terhelés. Igen, kisebb terhelés, tehát pont azért is jó ebből a szempontból, mert gyakorlatilag egyszer kellett benne tárcsát, betétet elől-hátul cserélnem, olajcsere évente egyszer, de semmi más egyébként. Tehát persze gumit kell még rávenni, mert az kopó alkatrész, de gyakorlatilag ez a 052-es gumi, ez most már másfél éve van rajta. Egy komplett autószalomat kibírt tavaly évben, és most egyszerűen a track fence-en megyek vele. De gyakorlatilag, mint a fenntartás, így, hogy pályázzak vele, nem, nincs semmi más extra költség szerencsére. Ez egy Cayman S. Igen. Tehát a nagyobbik motor 3... 3.4-es, 3.20 lóerő. Így van, és van benne sper. Van. Nem nincs benne sper. Ez nem sper? Rendelhető volt hozzá akkor? Van hozzá rendelhető, opcionális, igen. Ebben gyakorlatilag ilyen elektromos sper van igazából. Ha kikapcsolod a menestabilizátort, akkor sem engedi kipörögni, de csak kettőt együtt. Ha nem kapcsolod ki, akkor viszont amit az egyik megmozdul, akkor a másikat fogja. Tehát ezért hívom ezt elektromos spernek, mert kikapcsolva is vagy a kettőt engedi, vagy sehogy a kerekek kipörögni. Jól hangzik. És... ezen felül milyen ezzel menni? Mármint, hogy ez ugye egy középmotoros autó. Régen volt ez a mantra, hogy a középmotoros autó az gonoszabb, de azért azóta eltelt egy 20-25 év, és ez meg azért ráadásul csak egy Porsche, egy csomó 911 alkatrésszel. Igen, ugye nekem egy Honda Civic, egy 1.8 VT-n van, egy első kerekes, 169 lóerős, 1,2 tonna körüli. Nyilván másabb, mert az első hajt. Azért mondhatni, hogy ez így kicsit gonosz tud lenni, mert amikor elindul, akkor egyből indul, hogy azt hirtelen kell rajta korrigálni. Nem vezettem még 911-es, hogy a farmotoroshoz képest mennyivel másabb, de résen kell vele lenni. De ellenkormányzásokkal, ha még időben megcsinálod, akkor nem pördülsz meg. De például a Hungaroringen a kettes kanyar, ami balos lejtős,
ott sikerült már megpördülnöm, úgyhogy észre kell azért. Most is volt itt a sikámban egy olyan rész, amikor erősen kellett ellenkormányozni, és nem azt mondom, hogy oldalt vettem a második buckát, de már addigra sikerült nagyobb kiegyenesíteni. Könnyen tud indulni a seggen, nem úgy, mint egy MX-5-nek, mert van szerencsére egy olyan autóm is, egy új típusú, egy 2019-es. G184? A 180, igen, igen, az, ez a 30. éves edition. Ez azért a nagyon jó autó, sárga. Az igen, igen. Autó. Tehát hogy azt is tudom, hogy annak mennyire indul, azt még nem vezettem pán, csak így közúton, de nyilván ennek hátul van a motor, rajta a súly, akkor stabilabb, de kijáraton tudni hortolós lenni, lehet állítani valamennyire, így azt a gyári futóműt is bedönteni maxon elő, amit lehet, és akkor így az a hortolás az egy kicsit megszűnik kijáraton. Egyszerű. Köridők ma? Egy 20,6-ot sikerült menni, úgyhogy jól sikerült szerencsére. Ez még a második felfutásom volt. Utoljára még egy 27-et sikerült, meg egy 29. Azt már nem tudtam sajnos megjavítani, de ez egy 26 az eddig nekem a legjobban. Egy 21-2 volt az első trimetekon, de előzőleg 5 éve voltam ezen a pályán, úgyhogy akkor még inkább kerestem, hogy hol vannak a jó fénypontok, most viszont jól kiadta. De azt kell az is, hogy most nem süt annyira a nap, nincs olyan nagy hőség, a gumik sem melegednek annyira túl, meg ugye az hűségesebb legelőző jobb a motornak is. A rendezvény hivatalosan reggel 9-kor kezdődött, hivatalosan délután egyik tart, most még lesz egy díjátadó, és szigorúan tartották is az időrendet, persze beosztva mentünk fel a pályára. Tök jó élmény, egy picit talán nagyobb nyomás, mint egy hagyományos pályának, hiszen az ember nem csak önmagával versenyez, de komolyan másokkal is. És tényleg, ahogy azt el szoktuk mondani, bármivel ide lehet jönni. Van vadonatúl BRZ, de ott egy Kia Proceed, és persze a mindenféle nagyon-nagyon extrém épített autók, amik ott voltak. 1.34-jel indítottam a napot, ami azért elég szégyenteljes, és a végére 1.31.8-ra sikerült lefaragni. De kezdem azt érezni, hogy tényleg most már a gumi tűnik a szűk keresztmetszetnek, mert kvázi nincs kanyartempóm. Úgyhogy most valamilyen új gumit kerítek az autóra, és biztos vagyok benne, hogy még fogok jönni ilyen Euroringes nyílt napokra, mert a tempó nagyon sokat számít, tehát hogy ezen a pályán 140-ről lehet fékezni, nagyon trükkös a célegyenes, és ez mindenképpen más élmény, mint egy M-Link vagy egy kapucsring. Azokat sem leszólva, hiszen tanulni, főleg nekem, azon még mindig rengeteget lehet. Ez a transponder, amit muszáj visszaadni, ugye ez az időmérésnek a jeladója, és nagyon kellemetlen, amikor az ember erre Budapesten jön rá, hogy nem adta vissza.